A város több millió forintnyi adóbevételtől megfosztó javaslatra rögtön reagált a város vezetés. Kálló Gergely országgyűlési képviselő és Pintér Tamás polgármester, valamint a város alpolgármesterei közös, rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak a Hangok téren, a város határában üzemelő abronsgyár előtt. Egy olyan példátlan eset történt meg városunkkal, amely Magyarországon még mindez idáig nem történt meg. Elvették dunai városiaknak azt a pénzét, amiért megdolgoztak azt a pénzét, amit évek óta kapott a, a mögöttem látható hankó gumigyártól is. Ennek a rablásnak a kiagyalója dr. Dorkota Lajos volt, akinek a tervét Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlésnek az elnöke. Fehér-megye négyes négyest számú választókerületének választókerületi elnöke, tehát a helyi szervezet vezetője kezdeményezett Dunajvárosunk Dunajváros ellen. A polgármester kiemelte, nem hagyják annyiban, hogy meglopják a várost. Az alkotmánybírósághoz fordulnak a kormány döntés ellen. Dunajváros megyei jogú város önkormányzata, a mögöttem álló alpolgármesterek, és jó magam is, nem fogjuk hagyni ezt, hogy ez a döntés ezentúl Dunajvárost ilyen módon károsítsa meg. Nem fogjuk hagyni, hogy ezt a döntést a következő években is végig tudják vinni. Éppen ezért alkotmánybírósághoz fogunk majd fordulni, és ezt a döntést megpróbáljuk érvényteleníteni. A sajtótájékoztatón Pintér Tamás polgármester mellett Kálló Gergely is bírálta az ítéletet. Ami eddig jog volt, innentől kezdve egy lesz, fogalmazott térségünk országgyűlési képviselője. Hogy a beérkező iparűzési adót nemes egyszerűséggel átadták Székesfehérvárnak, és a Székesfehérvári Fideszes nagyurak, dr. Molnár Krisztián fog a visszaosztásról dönteni. Nem tudjuk, hogy tájékoztatták -e erről a lakosokat. Egybe biztosak lehetünk. Ami eddig jog volt, és amit eddig jogszerűen megkapott a polgármester úr által említett 51 ezer itt élő, az innentől kezdve kegy lesz. Évről évre a Fideszes, Fideszes nagyurak kegyén fog múlni az, hogy ki, mennyit és mikor kap vissza, és mikor kap meg. Kálló Gergely hangsúlyozta, a döntés gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden dunai városi zsebéből 100 ezer forintot vettek ki. Ha csak számszerűsítjük a dolgokat, akkor csak ebben az évben minden dunai városi zsebéből 100 ezer forintot vettek ki. Ha arányosan nézzük meg, akkor az említett két településre tekintve ez majdnem eléri az 1 millió forint per főt. Ennyit lopnak el az itt élőktől. Ez felháborító, botrányos és elfogadhatatlan. Megoldásnak mi is azt látjuk, mindannyian azt látjuk, hogy 2022-ben szülessen végre, alakuljon végre egy olyan kormány, ami szolidáris. Nem egymás kifosztására ö, alapozza a politikáját, és nem arra alapozza a politikáját, hogy településeket egymás ellen kiátszon. A kormány döntéséről szóló, illetve a sajtótájékoztatón elhangzottakból készült írásos összegzést a DEON olvashatják az érdeklődők.